Több mint 10 kiállító mutatkozott be és mutatta be gasztro termékeit Kaposváron. A programot az iFood Cluster, a Somogyi Helyi Termék Egyesület és a Kislépték Egyesület közösen szervezte meg azért, hogy a vendéglátók is megismerhessék azokat a somogyi ízeket, amelyek akár az étlapjukra is kerülhetnek. A termelőknek ez egy elég erős bevételi forrást jelenthet. Aki még nem rendelkezik ilyen beszállítói kapcsolatokkal, azoknál egy erős lábat képezhet akár a jövőben. Én ugye saját tapasztalatból tudom mondani, hogy én azért az értékesítésem javarészét vendéglátó helyek felé bonyolítom. Mások van terméktípustól függően inkább a piacokon, rendezvényhelyszíneken értékes többet, de általában közülük is vannak, akik nagyon sokan egyben vendéglátóipari beszállítók is. Szeptemberben az Ízek Borok Találkozások elnevezésű borvacsorákon már dolgoztak somogyi termékekkel a vendéglátóhelyek. Arra egy nagyon jó lehetőség, hogy megismerjük ezeket a termékeket, illetve nem csak mi, hanem a nálunk étkező vendégek is. Ha nem is állandó étlapra, de rendezvényekhez, borvacsorákhoz kiváló lehetőség, hogy az ízeket kicsit feldobjuk az ételeinknek, az ízeit. A borvacsorák is jó lehetőséget biztosítottak a helyi ízek megismerésére. A szervezők célja, hogy hosszabb távon is együtt tudjanak működni a termelők, a borászatok az éttermekkel. Megmutatta a borvacsora is azt, hogy a kicsik és a nagyok, már a kis termelők és a nagy élelmiszerüzemek pont jól megférnek egymás mellett egy vacsoraasztalnál, kiegészítve a somogyi borokkal. Úgyhogy ennek egy következő alkalma, ez a gasztrotali, ahol nem a nagy közönségnek, hanem az éttermeknek és egymásnak mutatjuk meg a portékáinkat azért, hogy Somogy megye Kaposvár éttermeiben lehetőség szerint somogyi termékek legyenek az asztalon. Az őszi borvacsorák sikerét látva a tervek szerint tavasszal ismét megszervezik a kaposvári éttermekben somogyi termelők és borászatok részvételével az Ízek Borok Találkozások elnevezésű gasztroprogramot.